Marga Tamásnak hívnak, Magyarországról jöttem, hajhullással körülbelül 15 éve küzdöttem, fodrászom mindig próbált új helyet kitalálni, hogy elrejtsük azt, hogy ritkul, előritkul, a tetején is ritkul, de maradandó megoldás az nem volt, míg nem az ő Instagramján láttam meg, vagyis hát ő mutatta, mert követte a Herofit Istanbult, ott láttam meg igazából azt az eredményt az előtte-utána fotókon, amit bevallom őszintén eleinte én nem kételkedtem benne, és úgy aggályokkal fogadtam, hogy ez mennyire hatásos. Mindenféleképpen valamit tenni akartam a hajhullás ellen, nem akartam ezeket a krémeket, meg orvosságokat elkezdeni szedni, mert úgy hallottam, hogy az hosszú távon csinálja az ember, de nincs eredménye. Úgyhogy akkor az egyik este úgy döntöttem, hogy akkor vágjunk bele, és foglaltunk ide időpontot a hajbeültetésre. Ugye az volt a szempont, hogy minél többet ültessünk be, és minél természetesebb legyen. Szerintem kb. 2 hónap telt el, és addigra már itt voltam. Tökéletes volt maga a fogadtatás is, mind a reptéri transfertől a szállodában való elszállásolás, ami nagyon tetszett, hogy minden percről pontosan zajlik. Igazából átgondolni se volt időm arra, hogy ez mennyire lesz fájdalmas, mennyire lesz kellemetlen, vagy hasonló. Megérkeztünk a repülővel, másnap reggel ugye itt kezdtünk, a szükséges rajzolgatás, hajlevágás, megbeszéltük, hogy milyen legyen a hajstílus, mennyire legyen természetes. Én a természetes mellett döntöttem, de az volt a fő szempont, hogy amennyit csak tudunk, minél többet ültessünk be, mert féltem attól, hogy hosszú évek után az csak majd ritkulni fog. Egyelőre még ez nem így történt. A beavatkozás az számomra fájdalommentes volt, kellemetlenség maximum annyi volt benne, hogy ez a procedúra az én részemről nagyon sok graftot tettünk be, ez 8-9 óra volt, de ez volt az az idő, amit én abszolút ma mai napig nagyon jó döntésnek tartom, hogy ide eljöttünk, mert azóta azért megváltozott az életem és a visszajelzések is. Mindenki azt mondja, hogy teljesen megfiatalodtam miatta, és sokkal nagyobb önbizalmam van a való életben is minden szempontból, úgyhogy nagyon jó, nagyon örülök, és ezzel a döntésemmel rábeszéltem a fiamat is gyakorlatilag, akit most 2 évvel később hasonló problémával ugyan, de elhoztam magammal ide.